Ebben a videóban a multimédiás prezentáció készítésről beszélek. Munkám során a Prezi online prezentáció készítőjét használom. Nyitottam egy böngészőt, és beírtam, hogy prezi.com. Első lépésként ugye regisztrálnunk kell, ezt megtehetjük kék gombra való kattintással. Három lehetőség közül választhatunk. Én korábban már az ingyenes lehetőséget választottam. A regisztráció után fő oldalon lehetőségünk van belépni. Belépés után pedig ez az ablak fogad bennünket. Itt látható, hogyha már vannak korábban elkészített prezentációim. A beállításoknál többek között azt is megadhatom, hogy az általam készített prezentációt milyen linkkel lehet elérni. Ha beírom a böngészőbe az alábbi linket, akkor az általam készített prezentációkat tekintheti meg mindenki. Menjünk vissza az előző oldalra. Készítsünk egy új prezentációt. Egy kicsit várnunk kell, amíg betölt. Lehetőségünk van sablonokból dolgozni, rengeteg sablon közül választhatunk, jól látszik. Vagy pedig mondhatom azt is, hogy egy üres ablakot szeretnék, és én majd megmondom, hogy legyen például a háttér. Háttér beszúrásához, de a fehér részre kattintok jobb-egér gombbal, vagy azt mondom, hogy Change Background, és lehetőségem van itt a középső gomb megnyomásával feltölteni képet. Kiválasztok egy képet. Megkérdezi tőlem, hogy át akarom a méretezni, nem, mert meg akarom tartani az eredeti méretét. Természetesen időbe telik, hogy feltölti ezt a szerverre. Készüljük, akkor még be tudok állítani egy betűszint, meg különböző formákat, de ezt majd később akarom megtenni, úgyhogy én azt mondom, hogy készen vagyok. Rögtön megjelent a képem. Ezt a kört innen eltávolítom, mert most nincs szükségem. Szeretném bemutatni a barátaimnak a nyaralásomról készült képet, illetve néhány emléket. Ahhoz, hogy a prezentációmba képet, szöveget, videót tudjak beszúrni, használnom kell a kereteket. Különböző stílusú kereteket tudok kiválasztani. Én most a láthatatlan keretet választom, és rajzolok egy keretet ide. Ha belekattintok, akkor szöveget tudok írni, ugye azt írom, hogy ide sétáltunk. Készen vagyok. Szeretném odébb tenni a keretemet, akkor a keret széléhez kell állnom, lenyomva tartani a bal egér gombot, és tudom ide-oda húzni. Ha átméretezni szeretném, akkor kijelölöm a keretet, tudok rajta kicsinyíteni, nagyítani, vagy akár egy kicsit forgatni is. Legyen mondjuk így. Ahhoz, hogy ez meg is jelenjen a prezentációmban úgy, hogy rá tudjak közelíteni, az hozzá kell adnom az úgynevezett útvonalhoz. Ehhez megnyomom az Edit Path nevű gombot, majd rákattintok erre a dobozra, és jól látszik, hogy ez az első, amire ő ráközelít majd. Szúrjunk be néhány keretet még, én beszúrok még ide egy keretet, ugye azt írom, hogy itt vacsoráztunk, lehetőségem van módosítani a betű színét, legyen mondjuk ez fehér, jobban látszik. Jó, ez is egy picit úgy, odébb igazítom. Most ráközelítettem, lehetőségem van itt még megadni néhány dolgot, tehát ha ide is teszek egy keretet, azt írom ide, hogy nem árulom fel a hajó nevét. Lehet egy évetik, hajó nevét.
Fehér betű szint állítok. Betű méretet egy kicsit csökkentem. És a görgővel vissza megyek az eredeti helyzetemre. Itt voltam. Akkor szeretném ezt is ugye hozzáadni a prezentációmhoz. Azt mondom, hogy szeretném szerkeszteni, kijelölöm őt. Ő is hozzákerül, majd harmadikként őt is szeretném hozzáadni. Úgy látszik, itt megjelent egy kis vonal, de mutatja, hogy először ide fogok érkezni, aztán ehhez a kerethez, aztán a harmadik kis keretemhez. Kikapcsolom a szerkesztést, még beszúrok egy keretet, megmutatom, hogy ehhez a sziklához meg kiúsztunk. Kiúsztunk. Szeretném ezt is hozzáadni. Rákattintok, készen van. Szeretnék beszúrni egy videót is, hogy lássák, hogy landoltunk. Ehhez itt fel az insert gombra kattintok, és azt mondom, hogy egy YouTube videót kívánok beszúrni. Megkérdezi tőlem a linket. Én ezt elmentem már korábban, csak kijelölöm. Bemásolom. Majd a megfelelő helyre húzom. Na, mondjuk ide. És szeretném ezt is hozzáadni a prezentációhoz, akkor rákattintok. Szeretnék megadni egy nagyon pörgő zenét a prezentáció alá. Akkor kikapcsolom ugye a szerkesztés most ehhez. Az insert gombot választom. Majd az Add Background Music menüpontot. Kiválasztom a zeneszámot, láthatóan elkezdődött a feltöltés. Úgyhogy nézzük, hogy lehet megosztani. Ehhez a jobb felső sarokban a Share gombot választom, majd a Share Prezi menüpontot. Megadhatom azt, hogy mindenki hozzáférhet, hogyha megkapja tőlem ezt a linket, nincs már dolgom, csak kimásolni és elküldeni valakinek. De beállíthatom úgy is, hogy kiszedem ezt a pipát innen, és hozzáadok itt embereket, akkor csak ők fognak hozzáférni. Ha beírok egy e-mail címet, akkor csak ő fog hozzáférni. Jó. Hogy áll a feltöltés? Kész van. Meg tudjuk nézni, hogy jót töltöttem-e fel. Igen, ez lesz az a zene. Azt mondom, hogy rendben van. Akkor kész is van a prezentációnk. Nézzük meg. Ehhez a Present gombra kell kattintani. Középen található balra, illetve jobbra mutató nyilakkal tudok navigálni. Tényleg az a sorrend, amit én beállítottam az elején. És a videó is jól működik. Ebből kilépni az Escape gombbal lehet. Elmentem a prezentációmat. Még egy fontos dolgot szeretnék megmutatni. Hogyha nem biztos, hogy internet közelben leszünk akkor, amikor be szeretném mutatni a prezentációt, akkor érdemes lementeni magunknak hordozható formában. Ezt szintén a Share gombra kattintással lehet, és itt válasszuk a Download as Portable Prezi opciót. Néhány másodpercet igénybe vesz az előkészítés. Az a jó ebben, hogy bármilyen platformon tudjuk futtatni, tehát ha valakinek ott a Linux van, akkor azon is fog menni, ha valakinek Windows, akkor azon is, ha valakinek esetleg Mac-je van, akkor azon is fog futni. Viszonylag nagy a fájl, látható 63-64 MB, de cserébe bármilyen operációs rendszeren tudjuk futtatni. Ha szeretnénk beállítani címet is, akkor lépjünk ki az Exit gombbal, majd kattintsunk. Ide is írjuk át a címet arra, mondjuk, hogy nyaralás. Elmentük. Közben letöltöttem a offline verzióját. Nincs más dolgom, csak kicsomagolni.
Nos, ennyit tudom Prezi Exit. Akkor itt néhány másodperc után elkezd tölteni. Immáron már internet nélkül is meg tudom nézni. Ha teljes képernyőre szeretném kitenni, akkor a jobb alsó sarokban található ikont meg kell nyomnom. És itt is működik a prezentáció. Ebben a videóban a Prezi prezentáció készítőjét mutattam be.